Tisztelt Országgyűlés, napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dúró Dóra képviselőasszony, Kit engedünk a gyerekeink közelébe címmel. Önni a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A legutóbb benyújtott határozati javaslatom elég nagy vihart kavart, főleg a homoszexuálisok körében, akiknek egész hada esett nekem, de a Momentum, az LMP és a Párbeszéd sem átallott különböző jelzőkkel illetni engem, illetve a javaslatomat. Pedig az alaptörvény garantálja a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát. Ezt szeretném csupán érvényesíteni akkor, amikor egy határozati javaslatban kezdeményeztem azt, hogy a szexuális felvilágosítással kapcsolatos civil szervezetek tevékenységéhez valamifajta minőségi korlátot is nevezzünk meg. Ugye a Nemzeti Köznevelési Törvény is szabályozza azt a kérdést, hogy ki vehet részt a gyermekeknek a szexuális nevelésében. A pedagógusnak kifejezetten feladata az, hogy a gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvásáról gondoskodjon, és tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést. Ehhez bevonhat egyébként civil szakembereket is. Vannak különböző emmi rendeletek, amelyek tovább bontogatják ezt a kérdést. Ugye értelemszerűen a biológia tanárok azok, akik fontos szerepet játszanak ebben, illetve az egészségtan tanárok, akik tematikus szülői értekezleteket is tarthatnak ebben a témakörben. A Nemzeti Alaptanterv szintén érinti ezt a témát, a családi életre nevelés szerencsére belekerült most már kötelező tartalomként a Nemzeti Alaptanterben, ott is érintik az iskolákban ezt a kérdést. Tehát látjuk azt, hogy mind alaptörvényi, törvényi, rendeleti és a Nemzeti Alaptanterv szintjén is érintve van ez a kérdés, és nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelnie azoknak, akik ilyen témákról beszélgetnek a gyermekekkel, illetve a felvilágosításukban részt vesznek. Nyilván ez is egy olyan téma, amelyben ettől függetlenül be lehet vonni más szakembereket, és felhoznám példának, pozitív példának a drogfogyasztással kapcsolatos felvilágosítást, ahol már szintén miniszteri engedélyhez kötik azt, hogy kivehet részt abban, hogy a gyermekekkel a drogfogyasztásról beszélgessen. Mindez nem véletlen, hiszen hogyha ez a kritérium nem lenne, akkor nyakló nélkül bemehetnének iskolákba olyan szervezetek, amelyek például a szerhasználatot népszerűsítenék, amelyek mondjuk drogosoknak az érdek képviseletére jöttek létre, és így közel kerülhetnének az oktatási intézményekben a gyermekeinkhez. Ennek a példának az alapján kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom azt, hogy a szexuális felvilágosítással kapcsolatban se lehessen azt megengedni, hogy egyébként sem pedagógiai végzettséggel nem rendelkező, sem szexuális felvilágosítással kapcsolatos, megfelelően alátámasztott, tudományosan alátámasztott ismerettel nem rendelkező civil szervezetek, amelyek például homoszexuális embereknek az érdekképviseletére jöttek létre, ők tarthassanak a gyermekeknek kifejezett propaganda céllal foglalkozásokat az oktatási intézményekben. Tudományos kérdésekben általában azért nem tartom szerencsésnek, hogyha a politika állást foglal, ugyanakkor, mivel most egy támadást kaptam ennek a javaslatnak a kapcsán, mégis kénytelen vagyok tudományos érveket is behozni a vitába, illetve dr. Falus András akadémikus genetikusra hivatkoznék, és ez a mondat, illetve ez a pár sor, amit ő egyébként a Mindentudás Egyetemén elhangzott előadásában mondott el, rávilágít arra, hogy miért is van szükség erre a javaslatra, illetve arra, hogy ezt az Országgyűlés elfogadja. Idézem dr. Falus Andrást, vannak a homoszexualitásra hajlamosító gének, ezek léte ma már egyértelműen bizonyított. Vannak emellett nem öröklődő hatások, például a környezet, családi hatások, melyek jelentősen hatnak a homoszexualitás kifejeződésére. Ugyanazt lehet mondani, mint szinte minden más tulajdonság esetén, a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent.
Mindez a tudományos érvelés támasztja alá tehát azt, hogy nem mindegy, hogy milyen környezetben, milyen szexuális kultúrával találkozva nőnek fel a gyermekeink, és úgy érzem, hogy az, hogy ezeket a mondatokat nem én, mint pártpolitikus, nem én, mint politikus mondtam el, hanem egy akadémikus genetikus, alátámasztja a javaslatnak a létjogosultságát. Igenis szükség van arra, hogy kontrollálja az állam, a minisztérium azokat a szervezeteket, akik a gyermekek szexuális nevelésében részt vesznek. Bízom benne, hogy támogatni fogják a javaslatunkat. Köszönöm a figyelmet!